Az ELTE sportarca kitüntetést adományozta Jászapáti Petra téli olimpikonunknak, olimpiai bronzérmes gyorskorcsolyázónknak, illetve a nyáron megrendezésre került európai egyetemi játékok érmes kickboxosait köszöntöttük. Úgy, mint Szabó Dorina, Smolek Emánuel László, Bolfán Ákos, Grünceis Patrik, Bálint, Martin és Nagy Zalán. Az ELTE-nek vannak sporttal kapcsolatos megjelenései, ahol majd részt kell majd vennem. Az első ilyen lesz valószínűleg az 5 kilométeres futás. Azt nem tudom megígérni, hogy én is fogok futni, mert lehet, hogy éppen edzésben leszek, de mindenképp ott leszek a helyszínen. És igazán nagy megtiszteltetés, hogy az ELTE ilyen szempontból is gondol rám, és a tanulmányaim mellett a sportsikereimet is díjazza, úgyhogy nagyon, nagyon jól esik ez a megbecsülés. Igyekszem még most jobban beleugrani a tanulmányaimba, és tényleg több energiát belefektetni, hiszen az olimpiai év az tavalyi év volt, illetve idén van ugye az olimpia utáni első év, ami kicsit lazább szokott lenni edzések és versenyek szempontjából, úgyhogy a tervem az, hogy idén befejezem az egyetemet. Jelen rendezvénynek a célja az volt, hogy közösen megünnepeljük ezeket a kiváló sporteredményeket és a ELTE jelenlegi sporttal kapcsolatos hozzáállásában bizonyító erőként megjelenjen az, hogy a versenysportban milyen kiemelkedő tehetségekkel rendelkezünk.